1-én lép föl a sportarénában a Nem adom fel zenekar, amit sérült fiatalok alapítottak. Jótékonysági rendezvény lesz ez, a próbájukon jártunk. Ezt több türelem kell, de tudnék olyan nem fogyatékkal élő zenészt is mondani, aki igencsak táncolt már az idegeimen. Ki nem sérült? Inkább csak arról van szó talán, hogy ők számunkra is mezei, a szemeinknek, az átlag ember számára is látványosabban hátrányosabb helyzetűek. De alapvetően azt gondolom, hogy mindenki ugyanúgy hord valamilyen keresztet magán az élete során. Ők nagyon nagy szeretetet tudnak magukból adni, és nagyon nagy profizmusra törekszenek ösztönösen. Tehát ők minden egyes, akár kisebb, akár nagyobb fellépést a lehető legjobban tudásukhoz mérten, a lehető legprofi módon akarják megcsinálni. Iszonyú fülbemászó, tehát nagyon jól megcsinál dalok, és nagyon jól is adják elő, tehát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen, és az ember tényleg azt vett észre, hogy felment a színpadra, és egy perc múlva ott állt és mosolyogott. Inkább egy performance jellegű dolog, mint hogy ez most zeneileg akarna ilyen kimondottan szakmai babérokra törni. Tehát mi ezt szeretnénk úgy megjeleníteni ezt az egész dolgot, aminek része az is, hogy van olyan tagja a csapatnak, aki egyáltalán nem tud énekelni, sőt, nagyon megkérik, hogy ne énekeljen, tehát hogy annyira rossz hangja van, de ha ő kimegy a színpadra a koncerten, és azt belekiabálja a mikrofon, hogy sziasztok, abban van valami olyan plusz az ő egyéniségében, ami hozzátesz az egészhez. Tehát, hogy vannak olyan tagja is a csapatnak, akik ilyen típusú összefüggésben vannak jelen. Valamikor a 90-es évek közepére tehető ennek az egésznek így a csírája. Táborokban remek jól éreztük magunkat, és nagyon jókat zenéltünk így a tábortűznél együtt. És ott tűnt föl az, hogy vannak sérült fiatalok között néhány olyan nagyon tehetséges egyéniség, akik nem csak zenei szempontból, de ilyen színpadi egyéniségként is olyan markáns és tehetséges fiatalok, akikben úgy éreztük, hogy van azért ennél sokkal több, mint az, hogy ők csak így elzenélgessenek, és hogy pusztán azért, mert sérültnek születtek, ne legyen kevesebb lehetőségük. Ugyanakkor azt is kezdettől fogva fontosnak tartottuk, hogy önmagában az, hogy valaki sérültként született, az nem egy színpadi látványosság, tehát hogy azért valaki nem menjen színpadra, mert sérültnek született, az nem kell, hogy egy produkciót minősítsen, hogy sérültek adják elő. Ha egy sérült ember olyan szinten tud előadni valamit, ami más számára is ez érdekes lehet, az igen, az egy nagyon komoly dolog. Koraszülött voltam, betettek az inkubátorba, és nem takarták le a szemem. Túlmagolták az oxigént, ott felejtettem a látásomat, elfelejtették utánam hozni, találtárgyak osztályán meg hiába kerestem. És hát én úgy vagyok vele, hogy ezzel kell együtt élni. És egyáltalán nem látsz? Annyit látok előre, mint hátrafelé. És zenélni hogy tudtál megtanulni? Hát ehhez nem kell látni. Ehhez nem kell látni, rengeteg vak muzsikus van a világban. Én azt gondolom, hogy ehhez igazából hallás kell. Megmutatják, hogy milyen technikával fog le az akkordot, és akkor onnantól a tiéd a pálya. Zakál Zoli az együttes frontembere. Az idei aréna koncertre írta a Macska dalt, amit a Queen együttes egyik klipje ihletett. Egyszer csak, hogy nem, eszembe jutott, hogy a Queen együttesnek van egy olyan ala, amiben egy ilyen nagy vonaton állnak, azaz ennének közben megy a vonat, mint a kép, és ott van a hátul egy aszkaruhába kifesve ilyen állással, és egyből beugrott, hogy az a macska lány. Mit jelent neked az éneklés? Hát, hiányozna, ha nem lenne? Hát az biztos, hogy
éneklés nélkül, meg a egycsütes nélkül én nem is biztos, hogy itt tartanék. A Nem adom fel magam, mint név is először csak egy ilyen jópofa névként merült fel, nem adjuk föl, menjünk, csináljuk, de utána arra jöttünk rá, hogy ez igazából sokkal többet jelent, mint egy jópofa nevet, hogy az a lelkület, hogy egy sérült ember, aki nagyon hátrányban van az életben, azt mondja, hogy én nem adom fel, az egy átlag embernek abszolút erőt adhat.